egy nagyon szép modellje ennek az egésznek, a Juhari ablak. Joseph Luft és Harrington Ingham, a pszichológusok meg, megalkottak egy ilyen kétdimenziós rendszert, hogy vannak olyan tulajdonságok, amiket én látok magamról, és nem látok magamról, mások is látnak valamilyennek, illetve vannak olyan dolgok, amik előlük is rejtve vannak. És akkor ez a négy ablak, a juhari ablakban, ez az aréna az egyik, hogy amit én megmutatok magamból, és mások is látnak. Ez olyan, mint úgy képzeljük el, mint van egy cserépvirág az ablakban, és akkor nincs Védországban vagy Dániában, hogy nincs függőn, benézek, látom ott az embereket, látom, mit csinálnak, és ezt így meg lehet mutatni. Aztán van a másik rész, amit én tudok, de nem akarom megmutatni másnap. Azért a test szokott jelezni, és már egy, egy meghülésnél is, vagy egy bármilyen fertőző betegségnél már mondják, hogy igen, igen, tudom, hogy ez most miért jött, úgyhogy akkor már lehet erről beszélni hogy hát ez most nem véletlenül jött ez a, ez a fertőzés, mert éppen ez és ez és ez történt. Köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót a Pszichotrillák podcastünkben. Elérkeztünk a márciushoz, így váltunk, és a nagy témakör, amit választottunk ebben a hónapban, az az önismeret, hiszen egy nagyon fontos dologról van szó. Már is az első adásunkban az önismerettel kapcsolatban az önismeret az életciklusokon keresztül részt fogjuk elemezni. Mindezt természetesen dr. Kádár Anna Mária Szervusz, Anna, köszöntelek. Ja, Petra, én is köszöntelek téged is, meg a nézőinket, hallgatóinkat is. És egy meglepetés vendéggel, Bálint Ágnes családorvossal. Igen, most talán elég sokan furcsán nézhetnek, hogy akkor önismeret és családorvos és ez a kettő hogy függ össze, de annyit azért elárulhatok, és akkor ti meg majd részletezitek, hogy hát azért nektek van egy közös múltatok ezzel kapcsolatban, hiszen együtt jártatok családterápiás képzése és önismereti csoportba, és azért nem semmi, hogyha valaki felismeri, hogy a szakmáját segítheti, nem csak önmagát, hanem a szakmáját is, az, hogyha az önismeretbe egy kicsit mélyebben beleássa magát. Úgyhogy Ágnes ezzel kapcsolatban van itt, sok szerintem fontos információt fog nekünk elmondani. Ám mielőtt ezt elkezdenénk, mivel ez az első adása a márciusi hónapunknak, egy kicsit általánosságba fogalmazzuk meg, hogy önismeret. Tehát mit is rejt ez önmagában, mi van e mögött, miért kell mi ismerjük önmagunkat? Az önismeret ez lényegében olyan, mint amikor egy érdeklődő kíváncsisággal fordulunk magunk irányába, megismerjük a mozgatórugóinkat, az érzéseinket, a saját határainkat, a gyengeségeinket, mert nagyon sokszor az önismeretről, amikor beszélünk, be valaki beiratkozik önismereti csoportba, azt hiszi, hogy csak a legjobbik ingrészével fog találkozni, és mennyire csodálatos felismerései lesznek, de hát ott lesznek az árnyékok, amiről majd egy következő műsorunkban fogunk beszélni a védekező mechanizmusaink, a döntéseinknek a hátterében húzódó tényezők, tehát, hogy rengeteg mindenre rácsodálkozhatunk, meglepődhetünk, kétségbe eshetünk, aztán utána, hogyha így egyé tesszük a képet, akkor fogjuk látni, hogy ez mennyi mindenben segít, hogyha egy kicsit egy belső párbeszédet is tudunk tartani önmagunkkal, illetve néha le tudunk kávé, ülni, kávézni saját magunkkal, és, és akár már így a prevencióként is tudni azt, hogy, hogy hát ezek nekem olyan kényes helyzetek, itt biztos meg fogják nyomni a piros gombomat, itt ügyelnem kell, mert konfliktuskerülő vagyok, és akkor lehet néha be kell állni a konfliktusokba, saját határaimat védjem, és már tudom egyes helyzetekben, mivel ismerem magam, hogy akkor mire is számíthatok önmagammal kapcsolatosan. Azért ez még így leegyszerűsítve sem egyszerű, ahogy így elmondtad. Na, de nem tudom, hogy emlékszel-e arra az adásunkra januárban, amikor a tervekről és a célokról beszéltünk így a jövőkép tematikánkkal kapcsolatban, és a vendég meghívottunk Akasi Blanka volt, aki így egy kicsit így a céges tervezés, tehát szervezett tervezés és célokról beszélt, és többször elmondta, hogy a jó vezetőnek mennyire fontos, hogy az önismeret, hogy ismerje önmagát, meg ezáltal így akkor a céget is úgy tudja irányítani. És akkor ehhez kapcsolnám ide Ágnest, hogy akkor egy családorvosnak is nagyon fontos, hogy ismerjen magát nyilván mindenkinek, de hogy miben segíti ez a te munkádat? Miért? Mi volt a motiváció, amiért ezt a folyamatot elkezdted? Hát minden orvosnak nagyon fontos, hogy legyen önismerete, hogy foglalkozzon saját magával. Ez nem egy újdonság, ezt már több mint száz éve tudjuk. A magyar származású Bálint Mihály, Michael Bálint, pszichoanalitikus, kimondta, hogy az orvos a személyiségével is gyógyít, sőt, sokszor főként a személyiségével gyógyít, és akkor mit csinál, hogy a személyiségét, ugye ezt tetoszkópot vásárol, modernet, mindenféle készüléket vásárol, mit csinál a személyiségével, hogy ezt karbantartsa, hogy ezt fejlessze. Erről sajnos nem sok szó esik az orvosi egyetemen, pedig hát tudjuk, hogy mennyire fontos, és utána az életben látjuk meg, hogy ez mennyire fontos, és akkor olyan helyzetekbe kerülünk, hogy nehéz helyzetbe, nehéz betegekkel, nagyon nagy megterhelésben, és látjuk, hogy valami fontos lenne, hiányzik, és ilyenkor nagyon sokat segít az önismeret. De úgy, ahogy Anna mondta, az önismeret az nem egy olyan dolog, hogy most elmegyek egy tanfolyamra, és ott egy kicsit lazítok, meg hát milyen jó, mert egy kellemes hétvége lesz, hanem ez egy nagyon nehéz út. Ez egy nagyon az embernek szembenézni önmagával, a saját árnyékával, a saját uh, ki nem mondott gondjaival, ez egy uh, borzasztóan fárasztó és nehéz út. Tehát önismeretre nem úgy kell menni, hogy uh, megyünk egyet szórakozni, vagy. Uh, úgy, ahogy az elején jó volt, hogy megyünk egy hétvégére Budapest, és hú, de jó lett. Hát az aztán az megkillottuk ezeket a hétvégéket, nagyon. Ez szóval nehéz, de nagyon-nagyon megéri, mert az ember elkezd másképp látni, ha saját magát másképp látja, akkor a betegeit is másképp látja, ha saját magát jobban elfogadja a hibáival együtt, akkor a betegeit is jobban elfogadja a hibáival együtt, és látja, látja védekezéseiket, átlát sok mindenen, de tudja, hogy ez mennyire nehéz, hogy ez belátni mennyire nehéz, és elkezd valahogy másképp viselkedni a betegekkel. Nálam úgy kezdődött a családterápia a közben, hogy elkezdtek tudni a betegek olyasmiről beszélni velem, amiről bevallották, hogy hát más elkerült ezeket a témákat és akkor elkerült, az elkerült témákat kezdtük el megbeszélni. És volt egy ilyen, hogy hú, ha hát erre eddig soha nem kérdezett rá, vagy senki, vagy ha én mondtam, akkor ezt általában sajnos az orvosok elkerülik. A kellemetlen, a tragikus, a gyász, a, a negatív dolgokról való beszélést, ami, ami, nem ugyanaz, mint a, a testi tünetek. Mert miért? Mert nehéz, mert frusztráló, és mert nem vagyunk erre felkészítve. És itt kezdődött, hogy kezdtem látni az eredményét, hogy jó, ha elkezdtek jönni az emberek, mert hát másképp beszéltünk, vagy akinek nagy baja volt, vagy lelki baja volt, az elkezdett róla beszélni. Mert valószínűleg érezte, hogy másképp hallgatjuk meg, és akkor, akkor mondták is ez sokan, hogy itt másképp lehet beszélni. És hát nyilván sok ilyen problémából adódóan lehet fizikai problémánk is, tehát nyilvánvaló. Tehát, hogy ezért ez még fontosabb, mert nem a tünetet orvosoljuk, hanem akár megtaláljuk az okát is, hogy miért is vannak azok a tünetek. A miért ilyen nehéz nekünk ezekkel a démonokkal szembenézni? Mikor gyakorlatilag, ha veszük a végeredményt, a vége sokkal jobb, felemelőbb. Tehát, a képesek vagyunk megküzdeni ezekkel a, a kis Saját sárkányainkkal, akkor utána minőségi béletet tudunk élni. Vagy ahogy Ágnes fogalmazott, akár én másképp tudok beszélni egy másik emberrel. A lelkünk is azért egy egyensúlyra törekszik, és nagyon gyakran a komfortzóna ez ilyen, hát ilyen jó kis mézmocsára, ahol úgy elüldögélhetünk, akár egy teljes életet. Szerintem egy nagyon jó analógiát erre az egészre, amikor el kell döntened egy hétvégén, hogy most otthon maradsz, és akkor pizsamanap, és nagyon jól el vagy, popkol, filmet nézel, vagy szerveznek egy kirándulást, de ott fel kell mászni a hegyre, és ez egy, mit tudom én, hat órás gyalogtúra, ahol tudod, esik az eső, sáros leszel, jó, nagyon szép a táj, meg Jókat lehet beszélgetni, de a végén olyan izomlázad lesz, hogy se hogy még le is kell jönni onnan. És, és ez az út talán egy kicsit ilyen, hogy oda kell tenni az energiát, Hát ugye Ágnes, te is mondta, hogy öt évig jártál Budapest, és mindenki, aki, mert ugye általában az önismereti csoportok azért jó, hogyha egy kicsit más városban vannak, pontosan azért, hogy ne menj haza, ne es ki ugye abból az egész folyamatból, legyél benne, kicsit távolodj el az otthoni dolgaitól. Na, ott fel kell ülni a vonatra, repülőre, autóra, egyszer kell jutni, odáig, pontosan. Tehát, hogy a kilenc óra, az kilenc óra, főleg ahol ilyen nagyon szigorú csoportvezetés van, nem kishetsz el, benne kell lenned, ugye ez egy 8-10 órás munka naponta, és ez ugye havonta ismétlődik, na, hogyha kiszámolod, hogy 5 év alatt azért ez hány utat, mennyi mindent jelentett. Én például emlékszem, amikor az önismereti folyamatban voltam, akkor halt meg édesanyám. És hogy akkor is eket dönteni, hogy ezt az egészet most folytatom, vagy kiszállok. Nagyon jól el tudtam volna mondani, most kiszállok, mert egyszerűen nem bírom ezt a munkát. És emlékszem arra napra, arra a reggelre, ahogy sírva, zokogva kellett meséljek erről az egészről, és ott kellett lennem, és hogy nekem talán azt is mondhatom, hogy a gyász folyamatomban ez egy nagyon-nagyon fontos erőforrássá vált. Annak ellenére, hogy azt se tudtam, hogy a következő lépés hogyan fogom megtenni, nem hogy az egész útat. De hogyha erre ráadtad a ugye a fejed, és a lelked, és a tested, és a mindent, akkor visz magával a folyamat. Tehát hogy ez egy döntés, ugye ezt akarom csinálni, vagy nem. Hogy jutunk el idáig? Hogy erre rászánjuk magunkat? Mert ugye nagyon sok ember szerintem önmagával ezzel a kifejezéssel, hogy önismeretem foglalkozik az élete során. Egy bizonyos ideig biztos nem. Tehát hogy azért, hogyha körbenézünk, ez egy bizonyos kor... Vagy érzelmi intelligencia, vagy különböző kritikus helyzetek megélése után kezd el jutni, hogy hoppá érdemes lenne azért ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert lehet, hogy rájönnék egy-két dologra, ami, ami eddig megoldatlan maradt, hogy jutunk el ideig. Miért nem vagyunk hajlandóak tudomást venni? Ugye elég fizikai síkon élünk, tehát eszünk, alszunk, dolgozunk, neveljük a gyerekeket, de akkor, ha van egy krízis, akkor meg hirtelen. Sokkot kapunk, mert nem tudjuk kezelni. Sokszor a krízis ébreszt rá, hogy szükségünk van, de lehet fokozatosan is eljutni. Nálam ott kezdődött, hogy körülbelül hatod éven az egyetemen egy előadáson szó volt az orvos-beteg kommunikációról. Mm -hmm. És akkor én valahogy azt éreztem, hogy hát igen, ez az a téma, amiről én többet szeretnék tudni. És akkor Figyeltem a lehetőségeket, az első lehetőség, ami adódott először egy budapesti pszichoterápiás képzésnek az eleje volt, amit tovább nem tudtam folytatni, és akkor viszont kinyílt az egész, mert kezdtem könyveket olvasni, kezdtem a témában dokumentálódni, és jött a következő lehetőség a családterápiás képzés, amiben már volt saját család önismeret, és akkor így fokozatosan az ember megtud egyre, egyre több lehetőséget, egyre mélyebbet, és eldöntheti, hogy megáll itt. Általában, ha már elkezdi, akkor nem fog megállni, hanem akkor egyre mélyebben megy. Valahol el kell kezdeni. Én, hogyha valakit rá akarok, vagy rá szeretnék valahogy beszélni, akkor azt mondom, hogy kezdj el valahol, és akkor már nem, nem fogja ez, meg fog tetszeni. Lehet, hogy jó is, nem túl mély kezdeni mert esetleg megijedhet, mert olyan reakciót válthat ki, hogy annyira kellemetlen, annyira rossz, hogy az ember elszaladhat onnan. Lehet, hogy egy olyan felszínesebb, vagy egy relaxációval kezdeni, és akkor, akkor az ember elkezd ezzel foglalkozni, és megtudja, hogy itt is van egy képzés, és akkor ez is milyen érdekes lenne. És így fokozatosan lehet haladni, és eldönthetjük, hogy mennyire mélyen megyünk bele. Hát nem mindenkinek kell öt év csoportanalitikusan is menetet végigcsinálni. Van, akinek kevesebb, és mindenképpen használni fog. Itt gyakorlatilag a kérdésekre a választ mi magunk találjuk meg. Mármint a csoportban? Igen, vagy... vagy, vagy se... Tükröt tartanak, mondjuk fogalmazhatok így is. Azért jó a csoport, mert nagyon sok féle nézőpontból kapsz tükrözést. Tehát hogy az egyéni őrismeretben ott a terapeutával járod végig. Ott. Ugye a te tempódban, a te videkező mechanizmusaidnak megfelelően tudtok haladni. De hogy egy csoport, nekem mindig nagyon-nagyon tetszett a csoportos önismeret, mert hogy. Ott rengeteg embernek az élettörténetét végighallgatód, ott van ez az egyetemesség érzés, hogy bárhány évesek vagyunk, de mégis küzdhetünk ugyanazokkal a gondokkal, így a másik, mennyire másképp látja ugyanazt a helyzetet, mennyire más módszerekkel tudja megoldani. De hogy közösen az az erő megtart, tehát hogy van egy védőháló. És, és ugye a, a terapeuta, vagy az, a, az önismereti csoport vezető, az mindig tudja, hogy merre vigyen. És itt jön az első nagyon fontos dolog hogy nem mindegy, hogy hova és kihez megyek önismeretre. Tehát ott meg kell nézni, van-e megfelelő végzettség az illetőnek. Mert most nagyon sok ilyen divatos képzés van, egy hétvége, két hétvége, ez egy kicsit, mint a hájuk kovács, hogy azt sem tudom, hogy mihez nyúlok, csak annyira beletrafálok ott a dolgok közepébe, és ott hagyni valakit a kérdéseivel, és levinni olyan mélyre, ahonnan ő nem tud visszajönni, hát ez egy hatalmas felelősség. Hát, hogy, hogy minden terapeuta, illetve a kopszi oldalán meg is lehet nézni, hogy ki az, aki feljogosított erre, ki az, akinek van megfelelő szakképzettsége, végzettsége, mert az, hogy valaki elvégez egy pszichológiai egyetemet, az még nem jogosítja fel arra, hogy ilyen típusú képzéseket vezessen, tehát hogy ő maga is kell képződjön abban a módszerben, ennek van elméleti része, ennek van önismereti része, ennek van gyakorlati része, hogy ő maga is szupervízió alatt kell vezesse, és ugye a szupervízor az, az nézi a tevékenységét, és majd csak utána lesz olyan terapeuta, aki autonóm módon tud uh, ugye működni, de még akkor is szupervízió alatt van, és majd csak utána jut el, hát ez több tíz éves uh, történet a saját életünkben, tehát hogy, hogy ez nem működik gyorsan, még annak az életében sem, aki vezeti, tehát ő maga is végig kell járja ezeket az állomásokat, és uh, Um, abban a percben, hogyha valaki ugye elköteleződik, akkor valamilyen módon az is egy önismereti rész, hogy, hogy nekem ez fog működni, mert most nem fog működni mindenkinek a relaxáció, vagy a pszichodráma, vagy a, mit tudom én, a sématerápia, vagy a családterápia. Tehát, hogy ő el kell menjen, és meg kell nézni, tehát jó ezeket kipróbálni. Emlékszem, amikor a, én a már hát első vagy másodéves egyetemista voltam, amikor stoppal elmentünk az első pszinapszissa, ez még ott a 90-es években. És akkor lehetőség volt elmenni táncterápiás, önismereti, egy órába lehetőség volt kipróbálni a pszichodrámát, a családállítást, mindent. És akkor megnézheti, ez neked való, vagy nem való. Ott garantáltan szakemberek voltak, akik tartottak egy témaspecifikus bemutatót, és mindenik módszer végig is ugyanoda viszel. Tehát, hogy ma már ezért ez egy túlhaladott álláspont, hogy van a módszer, és azzal aztán tökéletes önismereted lesz. Nem, mindenik ugyanazt az útat járja, más-más eszközökkel. Uh -huh. Van, aki tud szerepelni, és jó neki ez a drámás módszer. Van, aki a ideges lesz, és azt mondja, na, ő aztán biztos nem fog imaginálni, meg relaxálni neki aktívabb módszer kell. Azért mindenki meg kell találja a saját útját, vagy ugye a csoportanalitikus önismeret az azért megint egy kemény út, hogy tehát azelőtt kell tudjad, hogy te mire adod a fejed, mert hogy nem nem egy egyszerű történet egyik sem. Hát főleg mások előtt ilyen szív nem megnyíli. Van-e olyan tapasztalatotok, vagy lehet-e ilyet kiragadni, hogy melyek azok a pontok, témakörök, amik leginkább megviselik nyilván mindenkinek más az élete, de amik tényleg annyira mégre nyúlnak, a, ahonnan, ahonnan nehéz kijönni. Tehát akár saját tapasztalattal kapcsolatban. Vagy lehet-e egyáltalán olyat mondani, hogy bármelyik is? De hát itt visszavettem a fonalat, hát nekem a gyász volt mindenképpen a saját gyászom, az édesanyámnak az elvesztése, és ott éreztem is, hogy fú, ha most valaki ehhez a képhez hozzá menj nyúlni, hogy az én anyám nem volt tökéletes, az akkor vége van. De hogy a gyázban is az nagyon fontos, egy élő embert kell elgyászolni, nem egy Istent. És csak úgy tudod elengedni, ha látod. A hiányosságait, az elég jó anyaságát, a tévedéseit. Persze, hogy ezt is ugye, meg kell bocsájtani, de lehetsz rá dühös még akkor is, hogyha meghalt. És ezek nagyon nehéz érzések. Ak akkor ott megélni, hát nem volt könnyű. De emlékszem, egy olyan gyakorlatra, amiben pont ezt az én erőt kellett bemutatni, és abban a gyakorlatban nekem annyira úgy visszajött az az erő, hogy én ezt képes vagyok meglépni, hogy én ezt, ezzel szembe tudok nézni. Persze ott voltak szerepjátékok, és bekerülni a helyzetbe, és rá kell látni, és ki kell beszélni. Tehát, hogy ugyanúgy, amilyen nehéz belemenni, pont kitermelődik az az erő, amivel ki is tudsz jönni. És egy jó terapeuta, egy jó csoportvezető megadja neked azt az eszközt, amit nem hagyott abban a helyzetben de nem is oldja meg helyetted. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy nem adhatja azt mondani, hogy na most ez egy pirula, tessük veszed, és akkor most megoldod. És én elmondom, hogy mit kell csinálni, ő csak vezet. És te kínlódva valahogy kikínlódod azt a lépést, ahogyan te ki tudsz jönni. De hát a gyászban, ugye a novemberi témánk volt talán a gyász. Igen. Szűséges, a szükséges vesztességek. Hogy a gyász, ezt mi nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy a szerelem elvesztése, az ábrándok, az illúziók elvesztése, a... az, hogy csalódsz, a. Hát elvekben, hát ezek, ezeket mi mind meg kell munkáljuk magunkban, tehát hogy nem csak az a gyász, amikor elveszted a szülőt. Természetesen ez az egyik legkeményebb folyamat szerintem mindenkinek az életébe, amikor valahogy rájön, hogy fú, most itt van, én vagyok az első sorban, nincs senki a hátam mögött, hát ez annyira megrémisztő. Jó, mikor még egyik szülődél, akkor, akkor még egy kicsit könnyebb, de amikor már egyik sincs ott, és te vagy az utolsó sorban, na az, az az kemény illetfeladat. Az, az önmagában is önismeret, még hogyha nem mész egy csoportban, mert azon azért kell jó pár évet, hogy azért úgy visszakapd azt az erőt is, hogy na, de én itt most állok a végén a sornak, és most én vagyok az utolsó. Ágnes, és ahogy, mivel, hogy ezek ilyen hosszú ideig tartó dolgok az önismereti csoportban, vagy önismeretre járások, ezért persze, hogy az embernek történnek az életében közben. De. Nem csak jó dolgok, hanem rosszak is, és akkor, akkor, akkor is ott van az önismeret. Úgyhogy közben zajlik az élet, és ez ez is nagyon fontos, hogy akkor azt is megtanuljuk, hogy menet közben is feldolgozni, különben nekem is a, a legnagyobb eddigi gyászomban pont ott volt az önismereti csoport. Amikor arról lehetett beszélni, és akkor Pont ez egy óriási szerencse volt, hogy ja. akkor, akkor én még jártam a csoportba, és biztos sokkal könnyebben jutottam át rajta. Szóval ez, ez úgy adja az élet, hogy, hogy történik. Rossz is történik, jó is történik. Vagy segít felkészülni, hát emlékszem a csoportban, hát voltak aki az életre, ki fiatalabbak, akik gyerekvállalásra készültek, Szóval ezek, ezek úgy, úgy mind, mindenkire hatnak, mindenki. Tehát az nagyon fontos az életszerűségenek, az önismereti voltának. Azt mondtam a műsor elején, hogy a témánk önismeret életciklusokon keresztül, tehát az különböző életciklusokban, úgyhogy azért erre is térjünk ki mindenképpen, hogy ez gyakorlatilag mit jelent, az életciklusokat vegyük hogy akkor mit is, tehát hogy, hogy, miben különböznek ezek a fajta önismereti folyamatok a különböző életciklusokban. Ja, szerintem ugye egy kisgyermekkorban, óvodáskorban még nem beszélhetünk önismeretről, hiszen még nem tud reflektálni a gyerek saját magát, ő még egocentrikusan látja a világot, csak a saját perspektívájából. Aztán már prepubertás korban, serdülőkorban elindul ez az egész folyamat, hogy hogyan látom én magam, hogyan látnak mások, ezeket a véleményeket hogyan tudom integrálni. És van egy nagyon szép modellje ennek az egésznek, a Juhari ablak. Joseph Luft és Harrington Ingham, a pszichológusok meg, megalkottak egy ilyen kétdimenziós rendszert, hogy vannak olyan tulajdonságok, amiket én látok magamról, és nem látok magamról, mások is látnak valamilyennek, illetve vannak olyan dolgok, amik előlük is rejtve vannak. És akkor ez a négy ablak, a juhari ablakban, ez az aréna az egyik, hogy amit én megmutatok magamból, és mások is látnak. Ez olyan, mint úgy képzeljük el, mint hogy van egy cserépvirág az ablakban, és akkor mint Svédországban, vagy Dániában, hogy nincs függőn, benézek, látom ott az embereket, látom, mit csinálnak, és ezt így meg lehet mutatni. Aztán van a másik rész, amit én tudok, de nem akarom megmutatni másnak. Hát persze kezdetben mindenki egy kicsit kikozmetikázza ezt a képet, hogy jó, én olyan rendes vagyok, és én mindig mindenne időben meg vagyok, és mindenhova odaérek, aztán kiderül, hogy hát azért nem pont mindig, illetve ha azt mondom, hogy mindig, akkor egy kicsit hazudok magamnak, de ezt nem akarom megmutatni másnak. És akkor ez a lefüggönyözött rész, mint ahogy itt is ugye, ott van a függöny, és akkor nem, nem, nem látom, hogy most mi van a, a függönyön túl. De én tudom magamról, csak nem akarom elmondani, hát a szerelemben is lényegében ez történik. Az, az elején azért, azért ugye egy másfajta képet mutatok. Most a legnagyobb probléma: ugye azzal van, amit én nem látok, de mások látnak. Ezek a fekete pontok. Na most egy csoport ezekre világít rá. Úgyhogy én azt gondolom magamról, hogy én egy olyan békés, türelmes ember vagyok, és a csoportban 19-en azt mondják rólam, hogy hát azért egy kicsi agressziót éreztünk a hangodba, vagy ott, ahol így viselkedtél, ilyen vagy, és a, lehet, hogy én a tagadásra vagyok, mint védekező mechanizmus, erről majd a következő műsorunkban fogunk beszélni, akkor az szóval én agresszív, hát soha életemben nem voltam agresszív, és akkor elkezdek dühös lenni a csoportra. Ez mindig nagyon jó próbája, a visszajelzéseknek. Egy ember mondja, azt még ki lehet magyarázni. De ha a húsz ember ugyanazt mondja, hát akkor valószínűleg ez az én fekete pontom. Tehát ugye, amit én nem látok, mások látnak. A, amit én sem látok, és mások sem látnak, ez a tudattalan ö, tartomány. Tehát, hogy az, azzal persze megint másfajta módszerekkel lehet kezdeni valamit. És ami is történik, hogy ez az ablak, az aréna folyamatosan bővül. Mert egy kicsit, integre, tehát egy kicsit merem megmutatni ugye egy csoportban, Öm, hát úgy, is, amiről tudok, ab, de nem igen. Adta. És elmondom, hogy na képzeljétek el, hát nem vagyok túl büszke rá, de a múltkor ez történt velem, hogy. És úgy ráordibáltam a gyermekemre, és olyanokat mondtam, hogy még én is megjöttem saját magamtól. Na, akkor utána a csoport is mondja, na az éve észre, hogy máskor is voltál azért ilyen helyzetben, és akkor ott már fekete pontokat piszkálgatjuk. Persze ez egy hosszú folyamat, mert azért, amikor leszerződünk egy önismereti csoportra, azért nagyon sokszor az egy éves folyamat, vagy 120 óra, vagy stb. Tehát azért nem egyből így a fejedre borítanak mindent, hanem csoport is nyílik, és akkor meg lehet látni, hogy, hogy ki mennyire terhelhető. Na most egy ugye um, prepubertás, pubertás korban, ugye fontos mások, mert akkor már nem csak az anyukám mondja, jaj, a kicsi fiam, milyen ügyes vagy, hanem lehet, hogy elkezdenek mobbingolni, vagy lehet, hogy kibeszélnek egyik csoportban, lehet, hogy én beszélek ki másokat, és akkor vannak csoportképződések, és vannak galeri, és vannak a szerelmek. Na most, hát amit a párunkra tudunk projektálni, ezt nagyon jól tudjuk, hogy hát az is rólunk szó, csak egy kicsit rosszul esik, amikor, amikor, amikor ugye visszatükrözi felénk, akkor már utána, tehát hogy szerintem egész fiatalkorban így ezzel foglalkozunk, na most hol a hely, ez az identitáskeresés, hol a helye, mi legyek, pályaválasztás, identitáskeresés, intimitás, izoláció, kapcsolódjak, bízzak-e meg, ne bízzak meg akkor már kezd érdekelni, jaj, akkor vajon az anyag-gyerek kapcsolatban, hogy milyenek voltak a mintáim, akkor már azokat is feldolgozom, akkor a szülővé válás, ugye, ott a fiatal felnőtt korban annyi minden történik, hogy sokszor azt is mondjuk, de hát nincs időm az önismeretre, kell gondozom a szüleimet, na még jön egy gyerek, na akkor építsük a házat, na akkor keressek pénzt, akkor fizessem a hitelt, még mikor bánatba járok, még önismeret csoportba és pedig. Na és sokszor akkor, a Há, legfontosabb. Hát. a legfontosabb eszköz, hogy megismered magad, mert ez pont olyan, hogy jaj, vágom a fát, vágom a fát, de élez meg a fejszét. De nincs idő, meg kell vágjam a fát. Tehát, hogy a fejszét is meg kell élezni, és főleg ugye, mint ugye Ágnesnek a, a szakmai, a család, orvos, tehát a személyiségével dolgozik. Tehát, hogy minden segítő szakember nem kerülheti el ezt a helyzetet, hogy mert ha nem kiéksz, kiéks az összes ö, részben, és lehet, hogy még fel se ismered a kiégés türeteit, Ez a másik, hogy már ott vagy a végén, és akkor tudod, már a lelked így üzen, már 26 szó már írt üzenetet, már mondta, már kiabálta, és akkor jön a tested a végén. Hát ugye Máté Gábor testlázadás című könyvben pont erről beszél, és pont erről beszélt a Kolozsvári előadásában, hogy mikor kérdezték meg tőled, amikor elmentél az orvoshoz a tüneteiden kívül, és mi történt veled az utóbbi időben? Milyen kríziseid, milyen nehézségeid voltak? mivel bonyolodtál bele, mit nem tudtál megoldani, vagy milyen határokat nem tudtál lehúzni. Mert a testi tünetek mellett ezek is nagyon fontosak lehet, hogy egy ugye már fiatal felnőtt kor után, bár azt hiszük, hogy velünk aztán soha nem történhet semmi, és mi meg se betegszünk, egyszerűen csak elkezd fájni a derekünk, a hátunk, becsipidik az idege, megy a hangunk. Na, és akkor ez is egy önismereti folyamat, hogy ezen végigmész. Aztán szerintem az életközép válságna az a kemény önismereti folyamat. Már letelt a fél életed, Na, vessél az a számot és tervezd meg az előző rész, a következő részét, hogy uh, most már nem nagyon mentelgetheted fel magad semmi alól, a döntéséd a tiédek, ha szarul döntöttél az is, ha jól döntöttél az is, most már szembe kell nézni. És uh, nagyon gyakran, hogyha én nem mentem el önismeretben odáig, hogy leszámoljak a régi mintákkal, hogy felvállaljam a felelősséget, akkor úgy fejbe csap ez az egész valóság, hogy hát nem tudom, biztosan te is látod, Ágnes, a... A tüneteken keresztül, a betegségekben, hogy ez mind-mind a meg nem dolgozott történet, amit én hátizsákban cipelek fel a hegyen, de nem mindegy, hogy a krumplit visszamegyek, fűzök egy ujjást, vagy 26 téglát, amiből nem tudok csinálni semmit, ameddig le nem raktam azt ott a hegy alja. Mondjunk konkrét ilyen eseteket, példákat, Agnes, hogy, hogy mikkel találkozol. Hát szerencsére most már vannak olyan páciensek, akik azért olvasottabbak, és tudják, hogy azért a test szokott jelezni, és már egy, egy meghülésnél is, vagy egy bármilyen fertőző betegségnél már mondják, hogy igen, igen, tudom, hogy ez most miért jött, úgyhogy akkor már lehet erről beszélni, hogy hát ez most nem véletlenül jött ez a, ez a fertőzés, mert éppen ez és ez is, ez történt, hogy van olyan, hogy már saját magától mondja, de rászoktunk kérdezni azért, hogy mi történt, főleg, hogy milyen életesemények történtek az elmúlt időben. Sokszor nem is kell rákérdezni, nekem például nagyon sokat segített a családterápiában a családi életciklusok című fejezet, és hogy én tudom, hogy milyen életciklusban van a páciensem, mert hát ismerem és akkor, akkor már rá tudok, mivel hogy tudom, hogy ezek milyen krízisekkel járnak, ezért rá tudok kérdezni, például hát nem véletlen, amikor a, a, kisgyereket vár a család, és például az apukának felmegy a vérnyomása, és akkor mosolyogni szoktam, és próbálok kérdezni, szerint ez most teljesen független attól az élethelyzettől, amiben van, vagy éppen, éppen rosszul lesz valaki, vagy, amíg az anyuka bemegy a kicsi gyereket megszülni, addig a másik gyerek éppen sürgősségen van valami, mert azt más krízise van, mert éppen van valami, hogy ezek azért nem véletlenek, és nagyon sok mindenkivel lehet erről beszélni. Van, akivel persze egyáltalán nem. Ezt ugye fel lehet dobni a témát, hogy hát hogy gondolja, hogy ez vajon nem kapcsolódik egyéb dolgokhoz, ha azt mondja, hogy ó, hát ő nála nem, mert hát ő nála biztos, hogy nem. Hát Mit beszélünk hülyeséget, hogy egy magas vérnyomás az ebben a korban, bár nem éppen azért, mert most szül az asszony, vagy gyereket várunk, vagy éppen most első gyerek, és akkor velem nem foglalkozik a család, és akkor erről nyilván nem beszélünk, hogyha nincs felkészülve. De olyan is van, hogy hogy lehet, hogy, hogy következőleg jön, és, és már lehet vele beszélni. Olyan beteg is volt, aki rám csapta az ajtót és elrohant, és utána visszajött, és két nap múlva azt mondta, hogy köszöni szépen. Igazam volt. Ez egy pont egy nagyon-nagyon durva, nagyon erős, lelkileg nagyon súlyos történet volt, egy, egy elszakadás egy haldoklótól, mm. és sikerült. Úgyhogy nagyon sokszor lehet azért, nagyon sokszor fogékonyak a betegek, csak hogy kell, kell tudni, hogy ezekről a témákról, vagy főleg a gyászolót, például én szoktam figyelni, a, akit tudom, hogy hozzátartozót gyászol, azt azért szoktam figyelni, hogy milyen tünetekkel jön, vagy felajánljuk neki, hogy bejöhet, ha bármi van, vagy akár ha két szót akar beszélni, akkor is. Úgyhogy ez sokszor nekünk előnyünk van, mert ismerjük a betegeink nagy részét, és akkor tudjuk, hogy körülbelül milyen helyzetben van. Már sokszor meg sem kell kérdezni, mert tudjuk, vagy hogy, hogy az életciklus milyen életciklusban van. Hogy tudom, hogy ott van például kicsi gyermeke, de ugyanakkor nagyon öreg beteg szülőkre kell vigyázzon és akkor, akkor ezt már tudom, hogy ő egy sérülékeny, ha jön, hogy fáj a hát, amit mondjak, nem csodálkozom, szóval. De akkor is meg kell oldani, tehát testi síkon is meg kell oldani, mert azért a felismerés nem mindig teljesen gyógyulás. De hogy lehet, ez, ez olyan, mint egy szemüveg, hogy így látom a betegeket. Tehát ezt volt, volt olyan, hogy megkérdezték, hogy és ezt még időben mikor csinálom. Semmikor, én így nézek, én nekem olyan, hogy mindig rajtam van ez a szemüveg, és nem, nem tudom másképp nézni. Mert már a saját magának a folyamatán, túl van az ember, akkor Igen. másképp látja a Igen, az életünk. Igen, úgyhogy ettől nem kell félni, hogy ezt nem lesz majd időm csinálni, mert hogy ez vele jön, amíg nézem a beteget, amíg mérgelődünk, hogy nem megy a program, Addig, addig, azért, azért nézek, szóval lehet, hogy azt hiszik, hogy ó, hát most egy kicsit hogy elplegykáltunk, de én azért megkérdezek dolgokat, amik fontosak, és esetleg rávezetünk. Úgyhogy lehet, lehet ezt, ezt így csinálni közben. Tehát egyszerűen egy gondolkodásmód, egy szemléletmód, hogyha már az ember túl is van, hogyha már túl van saját maga, akkor akkor ezt elfogadja a betegeknek, hogy mennyire nehéz. Hogy mikor látjuk, hogy nincs, nem készek erre, hogy nem tudják még csinálni, akkor eszünkbe jut, hogy azért nem tudják, mert ez ennyire nehéz. Hogy hárítanak, hogy nem akarják, hogy nem ismerik fel, mert hogy még nem készültek erre fel. Tudunk egyébként olyan emberi Csoportot megnevezni, vagy korosztályt, vagy bárkit, vagy életciklusban lévő embert, aki a leginkább hárít ezen a téren. Tehát, hogy ahogy, ugye itt szó volt arról, hogy van, aki becsapja az ajtót, de visszajön, van, aki nyitott rá, valakivel abszolút nem lehet beszélni, hogy lehet ezt mondani, hogy most mondok mint a fogorvosok mindenki elutasítja, vagy nagy része, most nyilván nem akartam, csak egy ó, de hogy, na, vagy például nem tudom, például a 30-tól 40-ig ott abszolút nem nyitottak rá, vagy a... Na, én... én azt látom, hogy ez nagyon függő, tehát, hogy Abszolom. lehet úgy a csoportban, hogy a 20 éves az jobban rálát, mint a 80 éves, aki ugyanúgy háríthat, tehát, hogy mindegy a korosztály, a szakma, ez egyéni életút függő, hogy, hogy ki mennyire állt bele ebbe a folyamatba. Persze attól is függ, hogy milyen transgenerációs történetek vannak mögötte. Erről ugye a következő műsorunkban fogunk beszélni, milyen védekező mechanizmusai vannak, mert van, amikor hiába van előtte is mondod, tehát ez az ajtó becsapás is olyan, hogy ő még nem tud akkor azzal szembesülni, hogy tagad, de ez egy mekkora bátor döntési visszajövő, és azt mondom, te igazad volt. Mert van, aki elmegy, azt mondja, na én vettem a, na, hogy mondani, a fisámat, és átiratkozom egy másik családorvoshoz, mert, is, mert olyan hülyeségeket beszélnek, hogy én itt nem akarok. Ilyen nekem adja ki a gyógyszert, az a dolga a családorvosnak, és nem mindenkem kérdezgessen ilyen maraságokkal, és nem mondja, hogy hát biztos az így be az ideg a hátamban, megterhelődtem, mert ez morhoság. Na, tehát, hogy ez lehet, akármilyen korosztályú beteg végül is elmondhatja, és nagy dühösen, mert a rád projektálja. És na most ez, erre is fontos az önismeret. Mert hogyha Ágnesnek nincs önismerete, azt mondja, hogy Hát én most milyen családorvos vagyok, a másik kiiratkozott tőlem. Hát akkor én minek tanultam annyi évig? És most akkor van, hát, biztos rám haragszik. három családorvost, hogy ne vállaljátok, mert baj van a pickó. <laughs> Igen. Vagy akkor elgondolkodik azon, hogy most a szakmai kompetenciáim nem elég jók, és akkor elkezdem megkérdőjelezni magam. Hát ez azért minden egyes szakmában azért ez egy kemény rész, hogy én megkérdezem, hogy most elég jó vagyok-e, vagy hogy a másik haragszik, az most rólam szól, vagy róla szól, vagy középen van ez a történet. Mert hogy ugye mindig vannak mondatok, amik betalálnak, és én most pont így ránéztem, fix az a mondat jutott eszembe, ezelőtt tíz évvel, amikor örökbe vettük Lillát, és ugye akkor beirattuk a, a családorvoshoz. Csináljuk. fisát. Igen, igen, és... Akkor, akkor, ugye nem, nekem nem volt gyereknevelési szabadságom, ne, nekem kellett járni ugyanúgy az egyetemre, és hogy ugye, hát egy egész családi krízis volt, hogy na, hogy oldjuk meg, hogy mégis a gyerek is, um, el legyen látva, jön a gyám, hogy mi legyen, hogy legyen, és akkor ugye gondolkodtam azon, és mondtam, hogy hallottam, hogy van egy olyan, hogy ilyen szoptam, a készülék, hogy akkor így felteszed az anyatejét, amit beszelzel nem tudom honnan, és akkor szoptatod a gyereket, emlékszem erre a mondatodra, hogy te ne akar kettőt ugrani, te most ugrottál egyet, és az bőven elég, és ez nekem egy annyira, mert ugye ott, ott én is megkérdeztem magam, hogy hogy de akkor most én elég jó anya vagyok, hogy én ezt nem teszem meg. Hát van a környezetemben olyan, a, aki ezt csinálja, és aki most kevésbé vagyok jó anya, és, és emlékszem, hogy fú! Hát ez azért, ez nem tudom, emlékszel el, erre a mondatot? Nem. Nem emlékszel? Hát, <laughs> <Nem. gül> pedig te mondtad. Igen. Látod, <laughs> hogy az embernek, hogy mi az hogy Igen. Sokszor olyasmit talál be, amit, amit egyáltalán nem nem is tudatosan mondunk. Nem is szárny. tudatosan célzunk oda. És nagyon-nagyon ezt is kell tudni például, hogy hogy sokszor egy, egy teljesen véletlen, vagy egy elejtett, vagy egy elszólt valami, nagyon-nagyon betalálhat, és sajnos negatívan is, nem csak pozitívan. Ez a szerencsés eset, amikor pozitívan, van, mikor célzottan próbálunk betalálni, és nem, de ez egy nem egy célzott volt. <gül> <tesszük>. <gül> ez egy spontán, spontán volt. Mivel nem sokára a műsor végéhez közelítünk, és jönnek az ajánlók, a, a, arra még szeretnék egy kicsit hitérni, mert még mindig szeretem egy kicsit pozitívan zárni a műsort, és egy kicsit arra rávilágítani, hogy az, amit besz amiről beszélünk, és amit hoztunk, az miért fontos, miben változunk meg, Mennyivel lesz az életünk más, minőségibb, akár a kapcsolataink, ha rálépünk erre az útra, ha veszük a fáradtságot, az időt, a szembe merünk nézni a félelmeinkkel, a bátorságot, akkor fogalmazzak így, hogy, hogy elkezdjünk ezzel komolyan foglalkozni. Nekem a munkám az sokkal könnyebb lett. Persze minden szinten változik az embernek az élete, de én legjobban. Tehát az első nagyon-nagyon nagy változást azt a családterápiánál éreztem, amikor oda jártam, és a munkámban. Hogy sokkal könnyebb lett az, hogy, hogy megérteni bizonyos folyamatokat, megérteni dolgokat, ez nagyon-nagyon sokat könnyít, nagyon sokat segít a kiégés megelőzésbe mert így, amit mondtál ezzel, te találtál be nagyon, hogy, hogy ugye mikor, mikor, így beletrafálnak a betegek, és, és az nagyon-nagyon keményen frusztráló helyzeteket tudnak létrehozni. És nem mindegy, hogy ezt uh, uh, hogyan kezeljük, ebben rengeteget segít. Persze hát az életnek egy, egy millió, millió részében, úgyhogy uh, most uh, lehet megharagszik az én leányom, hogyha elmondom, <laughs> hogy, amikor én jártam a családterápiára, hát ő egészen picikorban kezdett olyanokat mondani, hogy mondom, jesszusom, hát én ezt családterápián tanultam 30 évesen, te ezt honnan tudod? Valahogy, mintha ő is ott lett volna. Szóval valahogy, és miért? Mert hogy ezek ezek úgy valahogy átdifondálnak, szóval az ember elkezd másképp viselkedni, másképp gondolkozni, ezt a család is megérzi pozitív irányban. Uh -huh. Úgyhogy minden, mindenféle szinten változtatsz, hát ez egy teljesen más, más, élet utána, sokkal, sok minden sokkal, sokkal könnyebb lesz. Úgyhogy tényleg ne csak a nehézről beszélünk, hogy hú, de nehéz, és száz kell járni, és mint hogyha az ember, mit tudom én, mi sziszifuszot görgetjük a követ, és, és lódú. Még mielőtt te is válaszolnál, azt is azért így válaszoljuk meg, hogy és abba lehet ezt hagyni? Jaj, ez jó kérdés. Mert ugye, hát ez az önismeret, tehát egyszer csak az, hogy ha, én most már ismerem magam. Ilyen nincs. Olyan soha nincs, de hogy persze az is lehet egy drog az önismereti csoport, hogy mindig kell járjál, tehát egyszer tényleg abba kell hagyd, mert hogy az élet az nagyon sok önismereti helyzetet hoz, és hogy abba tudatos vagy, önreflektív, tehát ez egy belső üzemmóddá válik, hogy párbeszédben vagy önmagaddal, rácsodálkozol, Néha, ugye, előtt beveszed azt a belső gyermekedet is megnyugtatod. tehát hogy már tudsz kezdeni valamit magaddal, az érzéseiddel, a történéseiddel. És persze, utána minden megszépül, még a nehéz helyzetek is, amit az önismereti csoportban megéltünk. Tehát, hogy a, ott minden van, mert a jó rész is ott van, tehát rengeteg jó visszatükrözést kapsz, minden ott van, mind-mindenben. És igen, szerintem egyszer csak abba kell hagyni, mint a tanulást is, hogy egyszer csak azt mondod, hogy na jó, ennyi, amennyi és lehet, hogy nem szervezett formában, hanem egy könyvön, egy filmen keresztül, nem véletlenül ajánlunk itt könyveket, filmeket, abban is megtalálhatod önmagad. Hát ugye az olvasás, az, az mindenképpen hozzátesz, és minden szereplőnek a működés módjában lehet olyan valami, amiben te azt tanulod meg, hogy meg se kell tapasztald azt a helyzetet, hanem egyszerűen csak olvasóról, és az empátia, meg az, hogy beleszállsz a másik életébe, végigjárod vele ugyanazokat az utakat, ez is egy önismereti folyamat, mint ahogy a zenet a film, tehát én is például imádom a filmek mentén, ugye elemezni a dolgokat rengeteg órára, viszek ilyen példákat, hogy abban a sorozatban azt láttam, na nézzük meg ezt egy másik oldalról, tehát hogy ez persze egy történet, és jó, mindig szeretnénk magunkat megnyugtatni, hogy mi feloldoztunk magunkban mindent, és akkor most boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Na ez pont nem, pont önismereti csoportban kaptam meg azt a mondatot, amit szerintem már egyszer mondtam, hogy kérdezték, hogy na, akkor már megint mély járok önismereti csoportban, és mondtam, hogy szeretném, hogyha gyerekem majd, ha elmegy pszichológushoz, ne én legyek az első témája, és emlékszem rám, ez a szupervizor, és te leszel az első témája. Tehát, hogy nem lehet mindent megoldani, de egy kicsit lehet, neki könnyebb lesz hogyha én már ezt önmagamban megoldottam, ha én le tudtam húzni a határaimat, már neki, egy is egy kicsit könnyebb lesz, mert látta az anyját ilyen helyzetekben, és látta azt is, hogy a dű az jogos, és hogy nem kell elfogytsa magába, hanem igenis lehetek ilyen. És akkor én is tudom azt, most már ugye prepubertás korban van a nagy lányom, hogy amikor ő dühös rám, és ő nem fogad el, és hashtag szaranya vagyok abban a helyzetben, akkor az azt is jelenti, hogy biztonságosan kötődik, és meri nekem elmondani a negatív érészeit, hogy én ezt megbírom. Tehát, hogy ez, ez végül Ágneshez csatlakozva ez a könnyedség. Nem kell belefeszülni, se a munkádba, se a családba, nem kell görcsölj. Tehát olyan leveszi azokat a téglákat rólad. Tehát, hogy úgy is fel kell mászni a hegyre, de akkor már csak a krumplit visszed, nem a húsz téglát, még a hátizsákban szerintem jó példa. Nem egyszerű, nem egyszerű, de nagyon szép folyamatnak hangzik. Nekem nagyon tetszik. Én azért így felismertem dolgokat, bár senki nem dolgozott rajtam, de most olyan kedvet kaptam tőletek ebben a történetben, hogy lehet, hogy ahogy kimentünk, keresek valamilyen a, a csoportot, mert csak-csak mindenkinek szüksége van egy adott ponton ahhoz, hogy ezen elinduljon, ezen az úton. Talán megkerülni nem is lehet. És nem is biztos, hogy érdemes. Jöjjön akkor a könyvbe, állunk. Egy olyan könyvet uh, hoztam, aminek az a címe, hogy Akarsz beszélni róla, Lori Gottlieb uh, pszichológus-terapeutának a történetei. Kiderült, hogy Ágnes is olvasta románul. Ezt akartam megkérdezni, ágnes te ezt a Igen, ezt véletlenül románul találtam meg, és gyorsan megvettem és elolvastam, de fantasztikus. Igen, nagyon nagy. Tehát, megéri magyarul is elolvast, hát ezek végül is terápiás történetek, események, helyzetek, és uh, talán ez a legszebb rész a, 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 terápiás, meg az önismereti csoportban, hogy mi magunk, ugye csoportvezetők, terapeuták, és rengeteget fejlődünk a kliensek által. Tehát, hogy ők is ugyanúgy visszatükröznek, ugyanúgy az ő gyásza megmunkálja az én gyászomat, és hogy az egyik legfontosabb mondat, hogy a terápiában is, és az önismeretben is addig tudunk eljutni, ahol a terapeutának, meg a csoportvezetőnek az önismerete tart. Tehát annál fenebb nem lehet jutni. Egyszer te is meg kell dolgozz saját magadban, és ez egy gyönyörű történet lehet, van egy podcastje is Lori Gottliebnek, és hogy nagyon humoros nekem azért tetszik, tehát hogy ott van benne ez a... A, hát a nehéz történetek mellett azért a könnyedség, a felszabadultság, az a fajta üzemmód, hogy mint a gyereknevelési elveknél, hogy azok is, mint mind a hasmenés, hogy tartod, ameddig tartod, aztán egyszer csak elengeded. Tehát, hogy mindenkivel megtörténhet minden, és ez egy annyira jó érzés. Persze nem mentett fel magad emiatt, de hogy úgy könnyebb kapcsolódni, akár egymáshoz. Akkor jöjjön a filmajánlónk. Filmajánlóként uh, egy olyan uh, filmet hoztam, aminek van egy... Uh, és ezen gondolkodom, hogy vajon ajánlottuk-e már ezt a filmet, meg a könyvet, de ha igen, akkor lehet egy másik szempontból. Ez a keddi beszélgetések az életről és a haláról, és a film, ami készült belőle, a leckék az életről. És uh, egy... Uh, élete végén levő tanár ember, aki egy halálos betegségben szenved, olyan, mint egy ilyen terápiás folyamatot vezetne végig a diákjával, mert hogy beszélgetnek életről, halálról, kapcsolatokról, intimitásról, kötődésről, párkapcsolati üzemmódról, és hogy, hogy ebben nagyon jó belső párbeszéd is indulhat saját magunkkal, tehát itt azért ritka példa, amikor film is és a könyv is ugyanannyira jó, hogy, hogy én magamtól is megkérdezzem, hogy hogy akkor én vajon hogy vagyok ezekkel a kérdésekkel. És van benn egy ilyen buddhista példázat, hogy éj úgy, mint amikor egy kismadarat a, a válladra teszel minden este, és megkérdett tőle, hogy de most a helyemen vagyok, azt az életet élem, amit élnem kellene. Az a gyerek, aki voltam, tényleg büszke lenne arra felétre, akivé váltam. És hogy ez a kismadár ott van a válladon, akkor már nem kell a haláltól, mert tudod, hogy ami tőle telhető, azt beleraktad ebbe az egész folyamatba, és nem kell több, és nem kell ezen sem görcsölni, és most nem kell mindenki egyenesen egy önismereti csoport fele hanem meg kell találni az életében azt az élethelyzetet, amikor úgy érzi, és ott az a feszültségnyomás, hogy én ezt most meg szeretném dolgozni, meg szeretném kérdezni. És lehet, hogy egy, egy egyszemélyes kapcsolatban mondjuk egy terapeutával teszi ezt meg, vagy rengeteg útja van ennek az egésznek azt gondolom, hogy talán most már elég bátrak vagyunk a mai világban ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy azon a bizonyos ponton valami fajta segítséghez forduljunk. Talán, talán sokan még mindig ebben a privát dologban hisznek, amiatt, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon nehéz egy csoport előtt megnyílni és kimondani, holott nagyon jó példákat hoztatok, hogy hány szemszögből kapod akkor a vissza igazolást ezzel kapcsolatban, mert hát azért ez a öt év alatt ez a csoport már szinte egy kis csalántá válik, tehát hogy ez, egy, ez is egy érdekes dolog. Igen, és azt is kell tudni, hogy ugyanúgy, mint a terapeuta kliens kapcsolatban, itt is a csoport a titoktartás szabályai érvényesek. Ez a vegás szabály, ami a csoportban történik, csoportban marad. Tehát, hogy csak azt vihettem ki, ami az én tartalmam, illetve, hogy a másikéről beszélek, ugye akár terapeutaként példával, akkor se a név nem talál, tehát ő beazonosíthatatlan lesz az a személy, vagy lehet, hogy több példából kombinálunk ki egyet, de hogy és mindenki biztos lehet abban, hiszen ez a terapeuták etikai kódexébe van, hogy nem beszélhetnek már. Tehát a szakmai közegen, meg szupervíziós csoportom, vagy szakemberek egymás között igen, de másnak mondjuk egy karácsonyi vacsora keretében most nem osztja meg senki a kliensének a történetét. Tehát ez ugyanúgy az intimitásnak a védelme is ott van. Mert sokan pont ettől félnek, hogy de mi van akkor, kiderül rólam. Nem, mert a csoporttagok is erre szerződnek. Tehát, hogy nem vihetik ki a történetedet a csoportba. Hát ez biztos, hogy nagyon fontos, mert máskülönben hogyan is bízhatnál meg egy egész csoportban, és hogyan is bízhatnád rá a lelked legmélyebb titkait és árnyékát, hogyha ez nem így van. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy erről mesélhetek nekünk. Szerintem sok emberben elindítottunk sok mindent ezzel kapcsolatban, ha nem is úgy, ahogy te fogalmaztál, hogy rögtön rohanunk egy önismereti csoportba, de legalább úgy, hogy akár a témában elkezdjünk egy kicsit mozogni, és szerintem ez már egy jó dolog. Én azt gondolom, hogy ilyen családorvosra nagyon nagy szükség van, mint te Ágnes, mert valójában tényleg abban a világban élünk, és mindig is úgy éltünk, hogy, hogy a, a tünetkezelés össze kell függjön azzal, hogy megtaláljuk az okát is a betegségnek, és gyakorlatilag te összekovácsoltad és nem csak egy részt nézel, hanem a teljes egészet az almából, és ez nagyon fontos. Sokan vágynak egy ilyen típus én, én erre bálom a rezidenseimet is rászoktatni és ránevelni, és, és, hát kollégákat is. Én például elég sok kollégát küldtem a családterápiás képzést egy időben, már tudták, hogy hát, hát, ha megjelenik valaki házi orvos, akkor az valószínűleg én küldtem, úgyhogy azért, azért vagyunk többen akik így gondolkozunk. Abszolút egyetértek, és szerintem nagyon sokan a mai világban már ez, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt folytatok velem. Anna, veled jövő héten is találkozunk. Igen, oh. velem mindig. Ágnes, remélem, hogy még találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kedves nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk tartottak jövő héten, hétfőn folytatjuk önismerett témában. Árnyék és integrálás, hogy ez pontosan mit akar, az csak jövő héten, hétfőn este 9 órakor derül ki. Addig is iratkozzanak fel az Erdély YouTube csatornájára, hogy nyomon követhessék a legfrissebb adásainkat. Köszönöm szépen a figyelmüket!